Ünnepség. Andrássydán kezdődött a városi megemlékezés. Szabad sajtó. Az újságírókat köszöntötték. Születésnap. Egy éve indult az egerszegihírek.hu portál. Ez az a Egerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2024. március 14-e csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Március 15-ére emlékeztek Andrássydán a Gébárti úti Hősök kertjében. Az ünnepség kezdetét a Zalai 47. Honvéd Zászlóai Hagyományőrző Egyesület bevonulása után harangszó jelezte. Három szín. Az Üveges József iskola tanulóinak műsora után a városrész önkormányzati képviselője tartott beszédet. Domján István szólt azokról az andrássydai honvédekről és tisztekről is, akik 1848-ban önként vállalták a küzdelmet. Az 1848-49-es forradalomban az akkori miniszterelnök Gróf Batthyány Lajos felhívására nagyon sokan csatlakoztak a honvédekhez, így innen Andrássydáról, Gébártól, Apátfáról és Bekaházáról is nagyon sokan csatlakoztak, akik részt vettek a szabadságharcban. Többen az életüket adták azért, a szabadságért, amelyet az elnyomó Habsburgok ellen vívott hazánk. A politikus a múlt eseményeinek felidézése után emlékeztetett. Noha a mai fiataloknak nem kell a szabadságukért fegyvert ragadni, a forradalomnak napjainkban is fontos üzenete van. Azt gondolom, nagyon fontos a mai korban, hogy legyenek példaképek. Olyan példaképek, amelyekre mi idősebbek, de a gyerekek legfőképpen felnézhetnek. Nem sztárokra, hanem olyan hősökre, akik hazájukért nagyon sokat adtak. Legtöbben, vagy nagyon sokan az életüket, amit a legdrágább volt, azt adták a szabadságért, vagy a nemzetért. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és ezt mi évek óta itt Andrássydán, Hősök kertjében megünnepeljük így március idusán, amikor itt vannak a gyerekek, az óvodások, iskolások, és igyekszünk számukra átadni azt az örökséget, amelyet mi is kaptunk elődeinktől. Az ünnepség zárásaként koszorúval tisztelegtek a márciusi események és annak hősei előtt. Az a zalaegerszegi városi rendezvény március 15-én, a Szentmise után 9 órakor kezdődik a Deák téren. Sajtóreggelire várták az újságírókat ma Zalaegerszegen. A vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményre zalai újságírók kaptak meghívást. A rendezvényen Vég László köszöntötte a megjelenteket. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta. Az 1848-49-es forradalommal új világ kezdődött. Mint mondta, a 176 évvel ezelőtti viszonyokhoz képest ma már a sajtószabadsága is adott. 12 pontban leírták, hogy kérik a cenzúra eltörlését, a szabad sajtó megjelenését. Hál' Istennek ma olyan világot élünk, hogy ezért nem kell küzdeni, hiszen a sajtó bármit megjelentett. A sajtó nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a munkánkat végezzük, információkat adnak a polgárok részére, segítik a polgárok életének vitelét, úgyhogy nagyon nagy köszönet az irányukba, amit tesznek, és amit letesznek az asztalra, büszkék vagyunk rájuk. A Szabad Sajtónapja alkalmából idén az Alavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője mondott ünnepi beszédet. Takács Otto Alajos ebben az újságírók munkájának fontosságát hangsúlyozva úgy fogalmazott, a nagy tüzeket munkatársai mellett a médiumok dolgozói oltják el. Nekünk nagyon sokat segítenek a sajtó munkatársai abban, hogy azok a cikkek, amik megjelennek mi honlapunkon, és a preventív jellegű cikkek, tehát a lakosság irányába a megelőzés szolgálják, ezeket a cikkeket átveszik a sajtó munkatársai, és minél szélesebb körbe terítik, ez számunkra mindenképpen egy nagyon hatékony és jó megelőzés. Eredményez. Ezt szerettem volna ezzel érzékeltetni. A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is elmondta gondolatait egy gyakorló újságíró. Ezúttal a Keszthelyi TV felelős szerkesztője, Hásfalvi Ákos a hivatástudat mellett arról is beszélt, a szakma alapvető szabályai az információ áramlás gyorsaságával sem változtak. Amit még inkább kiemelnék, ami átértékelődött, az a pontosság. Naponta százával özöllenek ránk a különböző hírek, a mesterséges intelligencia generálta
fake news események, hírek miatt lassan már a szemünknek se hihetünk. Így kell nekünk Zala vármegyében is minden nap tájékoztatást adnunk. Mi kell ehhez? Felkészült, alapos újságírók és jó partnerségek. A rendezvény szakmai beszélgetésekkel, egyeztetésekkel és reggelivel zárult. Köszöntötte az újságírókat a Magyar Sajtó napján az MSZP területi szövetségének elnöke és a városi szervezet vezetője is. A terített asztal mellett felelevenítették a 176 évvel ezelőtt történteket. A Zalai vármegye székhelyen régi hagyomány, hogy a párt minden év márciusában kötetlen beszélgetésre hívja a sajtó munkatársait. A találkozó egyben az elmúlt időszak értékelésére is lehetőséget ad. Az első az mindig a köszönet hangja, és ma is megköszöntük a jelenlévő sajtómunkatársaknak azt a magatartást, amit velük szemben tanúsítottak, azt a tisztességes, objektív tájékoztatást, amit a mi rendezvényeinkről vagy sajtótájékoztatóinkról megadtak ezekben a vérzivataros időkben is, és ezt nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadnak bennünket, elfogadják a véleményünket, alkalmasak tartják arra, hogy leközöljék, és megismertessék másokkal is. A politikusok kiemelték, a legfontosabb, hogy a lakosság objektív és pontos tájékoztatást kapjon az eseményekről. Úgy gondoljuk és úgy ítéltük meg, vagy úgy értékeltük a mai napon is itt ezen a kis találkozón az elmúlt időszakot, hogy igazából a sajtó munkatársaival, illetve a helyi sajtóval nekünk különösebb gondunk nincsen. Hisszük azt, hogy vagy érezzük azt, hogy mindent közvetít a média, helyi média nagyon korrektül, amit mi elmondunk, és ahányszor mi hívjuk a médiát, mindig érkezik. A területi szövetség és a városi szervezet a jövőben is számít az újságírók munkájára, korrekt együttműködésükre. Egy éve indult útjára az Zalaegerszeg hírportálja, az egerszegihírek.hu. Az olvasók tavaly március 15-én találkozhattak először a többségében helyi híreket szállító oldallal, ahol a televízióban megjelenő tartalmak mellett többek között az aktuális útlezárásokról, balesetekről és a környékbeli programokról is beszámoltunk. Zajlik a mindennapos munka a Zalaegerszegi Televízió szerkesztőségében. A forgatások leszervezése, majd a tudósítások megírása mellett az Egerszeg Rádióba és a hírportára is itt készülnek el a cikkek. Mivel az információs versenyben fontos tényező az idő, cél, hogy minél hamarabb tájékoztassunk a városban és annak környékén történő eseményekről. Nagyon gyorsan megkedveltek bennünket az olvasók, illetve a nézők is, hiszen videós tartalmat is közvetítünk. Most már azt mondhatjuk a statisztikák alapján, hogy 2 millió felé közelít az eléréseinknek a száma, és a Facebook oldalunkat is közel 13 ezeren követik napi szinten. Rengeteget dolgoztak annak érdekében a kollégáim, hogy a lehető leggyorsabban tudják eljutatni az Zalaegerszegi és a környékbeli híreket, történéseket az olvasókhoz, nézőkhöz. Ezúton is köszönet illeti őket, és azt tudom ígérni, hogy ezt a munkát folytatjuk a jövőben is. Az önkormányzat örömmel fogadta a kezdeményezést. A média centrumnak köszönhetően ugyanis az aktualitások hatékonyan és célra törően jutnak el az olvasókhoz. Manapság, amikor felgyorsult körülöttünk a világ, amikor nagyon fontos, hogy az emberek elvárják a gyors információ áramlást és azt, hogy a különböző hírek gyorsan eljussanak hozzájuk, akkor egy olyan hiánypótló médiával gazdagodtunk, ami bizonyította egy esztendő alatt, hogy szükség volt rá, és ami azt gondolom, hogy abból a szempontból is mindenképpen egy űrt töltött be, hogy igazából a közéleti és városi szereplőknek a média oldala mellett nem nagyon volt olyan helyi hírportál, ami ezeket az igényeket kielégítette volna. Az egerszegihírek.hu azért is különleges, mert az oldal látogatói kizárólag helyi újságírók munkájával találkozhatnak. Mivel a televízióban megjelenő tudósításokat hozzácsatoljuk a cikkekhez, így videós formában is megismerhetik a legfrissebb híreket. Ma emlékeztek meg az 1848-49-es forradalmi szabadságharc kitörésének 176. évfordulójáról a város oktatási és nevelési intézményeiben. A Petőfi Sándor általános iskolában a diákok dalos és táncos összeállítással készültek. Ezt a koreográfiát a negyedik osztályosok mutatták be. A produkciókban közel 80 tanuló lépett színpadra. A 176 évvel ezelőtt történt eseményeket rövid jelenetekben idézték fel.
tavaly volt az iskola fennállásának 150. évfordulója, és akkor egy nagy jubileumi műsorral készültünk. Most ennél egy kicsit kisebb műsorral készültünk, amelynek azonban aktualitása továbbra is fennáll. A gyerekek számára szeretnénk kifejezni, hogy a nemzeti érzelmek és a szabadság az egy nagyon fontos dolog, amit nem szabad hagyni, hogy elvegyenek tőlünk, és ezt az érzést, illetve a nagy elődöknek a mindennapjait és a dicsőséges nap eseményeit szerettük volna méltó módon megörökíteni ezzel a kis műsorral. Nekem azt jelenti, hogy szeretet van köztünk, meg minden, ilyen különleges dolgok vannak ebben, és igazából én tánccal is lépek, meg énekkel is lépek föl a színpadra. Az iskola névadója a forradalmi események egyik vezéralakja volt. Tiszteletére a közösség minden évben több napos rendezvénysorozatot szervez. Ezért is tartjuk fontos feladatunknak, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját méltóképpen megünnepeljük. Ezt a Petőfi iskola napok keretében szoktuk tenni. Ilyenkor rendezzük már évtizedek óta a Petőfi szavalóversenyt, és az évek során ehhez jött hozzá még különböző tanulmányi versenyek, matematika, angol és német nyelvi csapatverseny. Ezekre a versenyekre a városi és városkörnyéki iskolák tanulóit várjuk. A tematikához kapcsolódva rajzversenyt is hirdettek. A legszebb alkotásokból kiállítás nyílt, amely április végéig tekinthető meg a Petőfi iskolában. Az ETFC labdarúgó csapata hivatalos oldalán jelentette be, hogy 2 éves szerződést írtak alá Mim Gergellyel, akinek a játékjogát is megvásárolta a vármegyeszékhelyi csapat. Mim Gergely az elmúlt időszakban kiegyensúlyozott jó teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, és az ETFC egyik alapembere lett. A Puskás Akadémiától érkezett szélső kölcsönszerződése lejárta után plusz 1 évvel hosszabbított, szerdán pedig aláírta a klubváltásról szóló iratokat is. Az etfc.hu kiemeli, bár a jelenlegi költségvetés nem tette lehetővé a játékos megvásárlását, a Puskás Akadémiától Vég Gábor, a klub tulajdonosa és elnöke saját kezüleg finanszírozta a transfer létrejöttét. Tette mindezt azzal a szándékkal, hogy tovább erősítse az ETFC keretét. Március 15-én pénteken egésznapos ünnepség sorozattal emlékezik Zalaegerszeg önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulójára. A programok 8 óra 30-kor közös imával kezdődnek a Mária Magdolna plébánia templomban. 9 órára a Deák Ferenc térre várják az érdeklődőket, ahol professzor dr. Hermann Robert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos igazgató helyettese mond beszédet. Az ünnepség 10 órakor a Csány László téren folytatódik. Ott Balai Zoltán polgármester osztja meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. 14 órakor a Besenyői Hősi Emlékműnél tartja megemlékezését a Besenyő a 2000-es években alapítvány és a Besenyői település részi önkormányzat. Beszédet mond Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője. 15 órakor a Botfai temetőben is tartanak megemlékezést a nemzeti ünnep alkalmából az Összefogás Botfáért Egyesület szervezésében, ahol szintén Gecse Péter szól a forradalomról. Az ünnepi műsort 16 órakor rendezik az Erdődi Hűvös Kastélyban. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Ünnepség. Andrássydán kezdődött a városi megemlékezés. Szabad sajtó. Az újságírókat köszöntötték. Születésnap. Egy éve indult az egerszegihírek.hu portál. Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. március 14-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb péntek este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!